So cute! Ez tök magas! De ezt még bele kell tenni, nem? Olyan, mintha nem lenne bele nyomva. Itt. Vagy de? Benne van. Na jó, most takarítani akarok, mert ez szörnyű. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything else. Ismét egy újabb naphoz érkeztünk, és megint tök sötét van, és megint körülbelül 8 óra. De szeretem volna most úgy bejelentkezni, hogy tényleg a valóságot látjátok. Szóval most YSP meetingem lesz, konkrétan 2 perc múlva, de még előtte be akartam jelentkezni. Ma hétfő van, a tegnapi napot nem tudtam felvenni semmilyen mértékben, mert hát nagyon sok minden összejött és rohangálás volt egyik helyről a másikra, úgyhogy késő este pakoltam ki. Úgyhogy nagyjából ez megvan, de majd szeretném azt egy percet megmutatni nektek, hogy nagyjából hogyan sikerült kipakolnom meg. Hogy is néz ki maga a hely, nagyjából most látjátok, de kicsit bővebben. De most, hát a YSP meeting, igazából annyi történt, hogy megvacsoráztam, meg feldíszítettük a fát, arról sikerült valami kis videót csinálnom, úgyhogy már fenn van a karácsonyfa is, és hát most meeting lesz, nem tudom ezt még hányszor fogja bemondani. De utána majd szerintem kicsit körbeveszelek benneteket, hogy néz ki a szoba. Meg kibontogatjuk az összes ablakot, amit még nem sikerült kibontogatni eddig a kalendáriumból. Úgyhogy most ez fog történni. Meg azért még van egy pár dolog. Hát igazából ilyen laptop munka, úgyhogy azt nem fogom felvenni, hogy annyira nem fogom nektek megmutatni. Mindenféle posztot kell csinálnom a YSP-nek. Mert lesz egy eseményünk, egy arab eseményünk. Arab kultúráról még december 16-án, úgyhogy arra is készülünk, meg most szombaton is lesz egy végső verseny a Peace Designernek, amit két sulival csinálunk, de arról majd szerintem egy kicsit fogok nektek mesélni valamelyik videómban bővebben, hogy ez mit is takar, meg hogy is néz ki. Tehát ennek a háttér dolgait csinálom másokkal együtt természetesen. Van egy kis csapatunk, és velük, akikért én nagyon hálás vagyok, mert nagyon sok mindent és nagyon sok időt feláldoznak ezért, úgyhogy ja, de erről még mesélek. Na jó, be kell lépnem. Hi! Welcome everyone! Az imént be is fejeződött a meeting, most körülbelül 9:30 van, de arra gondoltam, hogy még gyorsan azért megmutatnám így a szobát, és aztán megkibontogatnánk a kalendáriumot, és akkor ez lenne így a mai videó. Úgyhogy, amint láthatjátok, ez egy kétszintes galériás félszoba, és itt vagyok igazából egyedül, van, hogy barátnőm is itt alszik, úgyhogy így megosztjuk a szobát, de a cuccaim igazából nekem mind itt vannak. És szombaton hát volt szerencsém, ugye, berendezni, mely hát este már, úgyhogy azt nem is akartam felvenni, mert nagyon-nagyon fáradt voltam, de nagyjából berendeztem a dolgokat, úgyhogy ezt fogom nektek kicsit megmutatni, hogy mit hova tettem, mit hogyan rendszereztem, nagyjából mit lehet hol találni. Ja, csak amennyire érdekel benneteket, ha nem érdekel, azt is teljesen megértem. Én szeretem ezeket a videókat, úgyhogy ezért gondoltam, hogy nagyjából megmutatom, hogy nézek ki, és hogy kell elképzelni. Itt fogok
most az elkövetkezendő 3 hónapban legalább itt lenni, úgyhogy azért jó előre gondolkodtam, és próbáltam olyan dolgokat is hozni, amit tudom, hogy mindenféleképpen használnék, viszont természetesen minden hétvégén valószínűleg haza fogok menni, tehát akkor, hogyha bármi van, akkor tudom azt még pótolni, ami itt hiányzik, vagy mit még gondolok, hogy hiányzik, úgyhogy ja, ezt szerettem volna még így gyorsan elmondani, aztán szerintem meg is mutatom, hogy nagyjából, hogy néz ki, miről is van szó. Szóval ez a látványtárul elénk, amint belépünk a szobába. Itt igazából az alsó szinten, ugye egy zongora és egy íróasztal található, egy kis szekrényel, és egy könyves polccal, illetve szekrényel, és ezt fogom majd megmutogatni. Ugye itt van a bőröndöm, ezt nem biztos, hogy itt fogom hagyni. Lehet, hogy hétvégén hazaviszem, mert nem hiszem, hogy ez így elfér, vagy bármi, de majd még meglátjuk, hogyha kell bármit visszavinni, akkor ezt ebbe fogom visszavinni. És akkor itt van igazából a könyvespolc, ahol minden félét tárolok. Itt van egy kis pára elszívó, mert volt azzal, hát könnyen nedvesedik a hely, úgyhogy ez mindenféleképpen hasznos, és akkor itt lent vannak a mindenféle kamerázáshoz szükséges dolgaim, amik itt tök jól elférnek. Akkor itt az asztalon, ugye hát most volt a meeting, úgyhogy azért vannak itt el a dolgok, de igazából egy smink tükör van még itt, amit még le kell tisztítanom, takarítanom egy kicsit, mert még az nem sikerült. Itt van ugye az a kalendárium, amit mutattam nektek még az elején. Ebben így azt nem videóztam le, de itt minden nap lakocskát ki szoktam nyitni, mert hát igen, mert ez igazából csak és annyira nem érdekes, amikor kinyitom, de most a mostanit kinyithatjuk, ami nem más, mint a 6., ha jól tudom, mert ugye az 5-öset is kinyitottam, az volt ugye szombat, úgyhogy most a 6-at fogom kinyitni. És meg is nézzük, hogy mi van benne, ez pedig egy, nem is tudom mi ez. Valami madár, vagy nem is tudom. Akkor ez a lámpa, ez már itt volt, és nekem azért nagyon tetszik, mert ugye itt a tetején tudod, vagy tudom érinteni az erősségét a lámpának. És most itt, hát ugye volt a megbeszélés, úgyhogy azért kellett valami kis fény, azért volt így felkapcsolva. És akkor itt láthatjátok ugye a két kalendáriumot, amit szerintem itt fogok tartani most így decemberben, amíg bontogatom, mert nem látom értelmét folyamatosan eltenni máshova. Úgyhogy ez itt lesz majd, és ezt majd ki is nyitjuk ma, az összes ablakocskát, amit eddig nem tudtunk nyitni. Akkor itt a fiókokban, hát nem tudom, hogy mindegyiket megmutogassam el, igazából így mindenféle van itt fogkefe, random csoki, Mikulás csoki, mert ugye hétfő, random kiwi, ezt majd beviszem a konyhába, de hogy így tényleg mindenféle, szemüveg, télen, hogyha esetleg az kellene. Akkor az egyel alatta lévő fiók az igazából kineveztem sminkes fióknak. Itt van az összes smink, ebbe vannak a maradék hát szájfény, rúzs, meg bármi, ami körömlak, és akkor itt van a mindenféle paletta, ebbe a kis dobozba van az összes ékszerem. Itt van egy pár minta, még amikor a Douglasbe vettem a NYX kalendáriumot, akkor azt adták hozzá, illetve itt van az összes ecset, amit majd ki kell mosnom, meg egy kis fülbe való szett, amit gondoltam jó elhozni. Itt az utolsó fiókban pedig igazából minden, ami laptop és hát technikai dolog, az ide került. Illetve van még itt egy állvány, amit szintúgy a videózáshoz használok. Ez az állványa a világításnak, úgyhogy ezt még most ide tettem, nem biztos, hogy itt marad, de ez most itt van, akkor ugye minden napi táska, amit mindig viszek. És akkor ugye itt van a szekrény, ami pedig a ruháimat tartalmazza. És hát végig is megy egy kicsit, itt van fönt a törülköző, egynemű, meg az összes pizsi, akkor az összes felsőim, zoknik, fehérneműk. Itt lent egy pár, hát igazából inkább téli
ruha, meg kardigán, meg ing, meg ilyenek. Ezt majd van, amelyiket ki kell vasalni, mert azért az út során kicsit meggyűrődött, például ez. A fejring ezen nagyon-nagyon látszik. Aztán itt fönt van az összes táska, amit vagy azért hoztam, mert ugye hoztam benne dolgokat, vagy ezt fogom majd munkába vinni. Ezt szoktam általában. Ezt cserélgettem ugye a barnával, amit láttatok. Ezekben meg igazából csak a ruháimat hoztam. És akkor itt van az összes pulcsi, kinti, benti, mindenféle. És itt lent pedig az összes olyan, ami mondjuk szoknya, és szoktam hordani télen, vagy a benti ruhák, edzőcuccok, illetve a nadrágjaim. És akkor itt lent pedig, ami így maradék csomagoló anyag, vagy doboz, vagy bármi, igazából látjátok magától értetődő. Úgyhogy ez így a szekrény. És akkor ugye oda fel pedig igazából csak aludni járunk. Nagyjából így ennyi a körbevezetés, és akkor most szerintem gyorsan bontogassuk is ki a kalendáriumot, és nézzük meg, hogy mik vannak az ablakokban. Hát akkor bontogassuk is ki, elég sok minden, elég sok ablakunk összegyűlt, úgyhogy szerintem kezdjük is. Az első NYX Studio Photogenic szemhéj alap. HD szemhéj alap. Na hát kíváncsi vagyok, ilyet még nem használtam. Vagy hát a NYX-ét nem használtam. Ez pedig, ha jól látom, egy liquid highlighter, folyékony highlighter, nagyon szép, egy ilyen rózsaszínes árnyalat, úgyhogy majd ezt is kipróbáljuk. Az ötösben pedig egy ajak rúzs található, Soft Matte Lip Cream a Leon árnyalatban. Szintén egy szemhéjpúder vagy pirosító. Ezt már múltkor néztem, hogy aha, lehet, hogy ez most egy szemhéjpúder. De közben meg amúgy az az érdekes, hogy ráírják, hogy nem szabad a szemet környékére tenni, tehát akkor lehet, hogy ez egy pirosító. Viszont ahhoz elég csillogós. Úgyhogy nem tudom, szerintem ez, én ezt szemhéjpúdernek használnám, de ez nagyon érdekes. Majd utána nézek szerintem egy kis, igazából Pressed Pigment a neve. Utópia néven, de kíváncsi vagyok. A Body Shop kalendáriumban pedig akkor keressük is meg először a hármas ablakocskánkat. Itt állt a hármas doboz. Na, hát ebbe egy rózsás tusfürdő van mini méretben, úgyhogy ez igazából tökéletes kipróbálás szempontjából, és szerintem biztosan nagyon finom illata lesz. A négyes itt van fönt, ez már egy nagyobb doboz. Azért könnyű, úgyhogy nem tudom, mi lehet benne. Ebbe pedig egy E-vitaminos arcmaszk található. Hát azt írja, hogy ezt 15 percre kell fent hagyni a bőrön, úgyhogy ez tökéletes lesz majd, hogyha vágom a videókat. Szerintem rám fér ez. Kicsit egy ilyen kis kikapcsolódásképpen, úgyhogy ezt mindenféleképpen fel fogom használni. És akkor ugyanez a lendülete, az ötös is ezen a részen van. Jaj, ebben ez a kamillás sminklemosó van, ezt nagyon-nagyon szeretem. Ebből én vettem már egy nagy kiszerelést, és tényleg teljesen is használtam. Ez ugye sminklemosásra nagyon-nagyon jó, és tényleg nem kell hozzá semmi vattakorong, vagy bármi, hanem ez, hogyha felkenítek az arcotokra, és vízzel, meleg vízzel lemossátok, akkor nagyon-nagyon jól leszedi a sminket. És hidratálja is a bőrt, úgyhogy nagyon-nagyon jó. És nagyon tudom ajánlani, úgyhogy ezt mindenféleképpen használni fogom. Ezt is. Na, ilyet még nem is láttam. Muslin Cleansing Cloth. Szerintem lehet, hogy ez az arclemosáshoz egy ilyen kis kendő. Kíváncsi vagyok, hogy ezt mivel lehet, vagy hogyan lehet használni. Lehet, hogy a sminklemosáshoz nagyon jó. Lehet, hogy ez az újrahasználható verzió. De igen, úgyhogy ez volt így a Body Shopnak az összes terméke, ami így az ablakokban volt, és így felgyűlt. Szóval nem tervezem azért, hogy így összegyűljenek napok, mert
Azért jobb, hogyha napról napra bontogatunk, szerintem, de azért most sok minden összegyűlt. Remélem, hogy tetszett ez a videó, majd szerdán és pénteken amúgy szabad napom lesz, úgyhogy akkor többet fogok tudni fényes nappal is videózni, meg tervezek is, azért több mindent csinálni. De remélem igen, hogy tetszett ez a videó, és hogy azért érdekesnek találtatok valamennyire, úgyhogy szeretném most ezt befejezni, ezt a mai napot, mert azért még ezt is meg kell vágni, és még riportot is kell majd csinálnom, úgyhogy azért van teendő, de nem akartam még egy napot kihagyni, úgyhogy remélem, hogy tetszett. És akkor igazából a következő, vagy hát a következő, igazából akkor holnap találkozunk megint. Úgyhogy szép estét, és jó éjszakát nektek, holnap találkozunk.